Ha az utóbbi egy esztendő történéseit nézzük ezzel a vetőgéppel kapcsolatosan, akkor három nagy dolog is történt, három nagy díjat is kapott. 2015 évvetőgépe díjat nyerte ez a SIMA kiállításon, Hannoverbe a termékfejlesztési díjat, illetve itt az Agromason a termékfejlesztési díjba a prémium nagyok levelet kapta. Bizonyára nem véletlen, hogy ugye mindenütt díjazták ezt az innovációt, illetve ezeket az innovációkat, amik ebben a gépben benne vannak. Vegyük sorra őket. Ez gyakorlatilag egy teljesen izopluszos gép. 3500 literes magtartállyal rendelkezik, az elmunkáló egység az egy két sor tárcsa, 460 mm átmérő, 5 mm vastag tárcsasor, amit hidraulikusan a monitoron tudok állítani. Utána van a tömörítőkeréksor, amiért kapta az egyik fejlesztést, mert ez a tömörítőkeréksor egy 900 mm átmérőjű, 215 mm széles, és 200 mm-rel kettesével el van egymástól tolva. És mivel kettesével el van egymástól tolva, innen fél lép fel ez a bulldozer hatás, ami gyakorlatilag egy ilyen nagy tömegű gépnél ez fennlép. Illetve amiért kapta még a termékfejlesztési díjat, az hátul a vetőegységek, egy crossflex elnevezésű vetőegységek vannak rajta, ami 41 mm-rel el van tolva egymástól a két vetőtárcsa, és 35 cm-rel a vetőtárcsától van a tömörítőkerék. Így nagy sebességnél is a vetőtársa, illetve a tömörítőkerék nem dolgozik egymás ellen. Egyedülálló a gép abban, hogy ez 80 kg-ot tud tárcsánként a talajra nyomni, gyakorlatilag a talajnyomás a 80 kg, és magát a talajnyomást is bent izobuszon a kezelőfelületen állítom.